A Vigyázók Had- és Kultúrtörténeti Egyesület önkéntesei több mint 15 éve kutatják és újítják fel az első, valamint a második világháborús magyar katonák nyughelyeit Kárpátalján. Az elmúlt néhány évben a Szentendrei Székhelyű Egyesület munkáját is nagyban korlátozta a világjárvány, ezt követően az orosz agresszió miatt kialakult helyzet. Az idén a Beregszászi temetőben kezdtek, de a jól megszervezett gondnoki hálózatnak köszönhetően a már eddig feltárt sírkertek sem maradtak gondozatlanul. Ezek a gondokok mind a Covid időszakban, mind pedig most a háborús helyzetben tudják a feladatukat és becsületesen dolgoznak, tehát karon tartják ezeket a temetőket. Ami bennünket illet, hazai vigyázókat, hiszen nem csak odahaza, nem csak Magyarországon, hanem a leszakadt területeken is vannak taktársaink, segítenek bennünket, mind a határ átlépésben, mind pedig a helyi problémák kezelésében. Mi, ahogy említettem korábban, azért csak kijártunk, fölmentünk az ezer éves határhoz, az ezer éves határokon túlra, és alapvetően ott végeztük a kutatásokat. Itt a tömbben a határhoz közel kevesebbet dolgoztunk. Most viszont, hogy ebben a háborús helyzetben nem egyszerű közlekedni itt Ukrajnában, nem beszélve azokról a távoli területekről, mint Halics, Szkole, alig tudunk eljutni. Rengeteg a katonai poszt, rendőrposzt, és magyar rendszámú autóval nem egyszerű eljutni, közlekedni ezekre a helyekre. Ezért alapvetően ott azokon a helyeken dolgozunk, ahol magyar külképviseletek vannak, lásd Beregszász és Ungvár. Beregszászban tavaly jártunk először, már úgy először, hogy először fogtunk kapát, kaszát a kezünkbe, és az itteni katonai parcellát karban tartottuk. Tudni kell erről a temetőről, erről a katonai parcelláról, hogy itt található, ahol most is állunk, a beregszászi köztemetőben. Itt mind az első, mind pedig a második világháborúban temettek el magyar bakákat. Mi kifejezetten a második világháborús sírokkal foglalkozunk. Ezeknek a síroknak egy részére rátemettek, ami megmaradt, azokat próbáljuk gondozni, illetve ebben a parcellában ugye állnak jelképes keresztek is. 43-44-ről beszélek, hiszen 43-ban itt egy katonai kórház létezett, és akkor őket temették, de a veszteségek nagy része az 44. október 9-e és 9-e után következett, amikor szovjet bombázók támadták a beregszászi vasútállomást. Érdekessége ennek a bombázásnak, hogy egy óra hosszával a bombázás előtt azok a katonák, akik mentek szabadságra a frontról, várták a vonatot, alig várták, hogy hazajussanak a szeretteik, sokan több hónap után készült egy fotó, összeálltak a katonák, és a beregszászi vasútállomás előtt lefényképezkedtek. Rá egy óra hosszára már halottak voltak. Azért vagyunk itt, hogy ezt a temetőt beindítsuk, hiszen azok a személyek, akik korábban, 2006-ban létesült itt ez a parcella, akik felelősséget vállaltak ennek a parcellának a gondozásáért, ők már nincsenek az élők sorában. Ők a beregszászi Bethlen Gábor líceum tanárai voltak. Az intézmény vezetője Szabó Árpád és a vigyázók arról állapodtak meg, hogy a jövőben összehangolt munkával közösen tartják majd rendben a temetőt. Addig is a vigyázók tagjai első lépésként lekaszálták a füvet, és hozzáláttak a keresztek felújításához. Ezekre a munkálatokra sürgősen szükség volt. Ezt az is jelzi, hogy két elkorhadt keresztet ki kellett cserélni. Fakeresztek vannak, az időjárás azért kikezdi őket, a festés megkopik. A két tiszti kereszt esetében cserélnünk kellett a kereszteket, mivel a föld rá volt húzva az aljára, és elrohadtak a kereszteknek a lábazatai. Ezért pontos méret alapján újra gyártottuk, és akkor most állítottuk fel ezeket a kereszteket. Sokkal hamarabb romlanának ezek a keresztek, hogyha ugye felnövi a fű ezt a temetőrészt, és hamarabb elkezdenének ugyanígy korrodálódni ezek a fa keresztek, és utána ugyanígy cserélni kéne őket. Ezért fontos az állagmegóvás, hogy folyamatosan kaszálva legyen, illetve hát a festés, hogy impregnáltan védve legyenek a keresztek. Ezek karbantartására folyamatosan szükség van. Néhány évente el kell végezni mind a 88 kereszt megfelelő felújítását, amit a vigyázók most meg is tettek.
Töltyfa keresztek gyakorlatilag lakkozó lettek, majd át lettek festve. Az idő, UV, napfény tönkretette a bevonatokat, ezért újra kellett kezelni, hogy még legalább 3-4-5 évig ugyanilyen állapotukban pompázzanak, és szétszereltük, leszettük róla a bádogot, a táblácskát, és átkentük favédőszerrel. És természetesen átcsiszoltuk ezeket a munkálatok előtt. A beregszászi temetőben befejeződött a keresztek felújítása. A következő helyszín az ungvári magyar katonatemető lesz, ahol idén-nyáron kezdődnek el a munkálatok.